A jótékonyság jegyében tartottak kulturális estet a reformátusok. A kanizsai gyülekezet szombati bája közösségépítő szerepet is betöltött. A műsor nagy részében a gyülekezethez tartozó fiatalok szerepeltek, akik több hetes felkészülés után álltak a közönség elé egy-egy hangszeres előadással. Az est hangulatához az Eraklin Táncklub Egyesület is hozzájárult. Tulajdonképpen nem is a bál a lényeg, hanem az, hogy együtt vagyunk, együtt lehetünk. És a célja ennek a mai esnek az, hogy segítsünk olyan családoknak, olyan gyermekeknek, akik családos táborban fognak majd részt venni. Amúgy lehet, hogy nem tudnák megtenni, mert a költségeket nem tudnák állni, ezért azt gondolom, hogy a szeretet egyik megnyilvánulási formája lehet az, és tőlünk reformátusoktól ez nem áll messze, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon közel áll a szívünkhöz, hogy egymás terhét hordozva, szeretetben hordozva tudjunk segíteni a másik testvére.